Jó estét kívánok, ez a Kritika. Művekről, művészeti trendekről beszélgetünk közérthetően és kritikusan. Célunk, hogy ne csak elfogadjuk vagy elutasítsuk, de értsük is azt, ami kortárs. Az idei év a Balaton partján letelepedő festőművész Egri József születésének 140. évfordulója. Ez alkalomból a Veszprémi Lackó Dezső Múzeumban nyílt tárlat a Balaton festőjének képeiből. Előtte azonban egy könyvről beszélgetünk. A kultúra kommunista megszállását foglalta össze egy kötetben Mező Gábor. A Kádár korszak legnépszerűbb íróiról, humoristáiról, a magyar könnyűzene híres alakjairól ír. Könyvkiadás, humor, könnyűzene. A magyarországi szocializmus korának szórakoztató gépezetét mutatja be Mező Gábor, a Kultúra megszállása című kötete. A könyv fontos jellemzője, hogy nem hergel, nem mondja ki az olvasó helyett az ítéletet. Nagyon alapos kutató munkával véleményeket és történelmi kontextusokat mutat be arról, hogy a politika hogyan szőtte át a magyar kultúrát a szocializmus idején. Oknyomozó mű, mely a közelmúlttal foglalkozik, amire még emlékszik az olvasó közönség. Az író úgy gondolja, valakinek le kellett írnia, el kellett mondania, kik voltak valójában azok az írók, humoristák, népszerű zenészek és értelmiségiek, akik a Kádár korszakban részt vettek a rendszer építésében. A Kultúra megszállása című könyv segítségével a fiatalok is szembenézhetnek a múlttal, és megérthetik, hogy amikor olvassák vagy hallgatják a korszak egyes köteteit, szövegeit, akkor miről is olvasnak és hallanak valójában. Borvendég Zsuzsanna történész a vendégem. Mező Gábor a Kultúra megszállása című kötete szerintem igazán olvasmányosra sikerült, de engem kimondottan érdekel, hogy ön, aki a gulyás kommunizmussal, a Kádár rendszerrel nagyon áthatóan foglalkozik, tudott-e újat mondani ez a kötet? Mindenképpen. Tehát Gábor olyan mélyre ásott a kapcsolatrendszerekben, ki kivel, mikor, mit csinált, kivel állt rokoni kapcsolatba, munkatársi kapcsolatba, ami azt gondolom, hogy teljesen unikálissá teszi a kötetet. Természetesen olyan szempontból nem adott újat, hogy tudom, hogy működött ez a hálózat, ez a kommunista kapcsolatrendszer. Személyekre lebontva bemutatni, hogy bizony ezek nem légből kapott, amikor a hálózat továbbéléséről beszélünk, ezek nem légből kapott történetek, hanem tényleg a húsvér valóság. Miért fontos amúgy, hogy megmutassuk ezt az aspektust is a kommunizmusból? Hogy a fiatalok megértsék azt, hogy az, amiben élnek, ami körülveszi őket, az nem az elmúlt 20-30 évben kezdődött, hanem minden, tehát a történelem, ahogy felépül, az egy folyamat. És mi ennek a folyamatnak a része vagyunk jelenleg éppen a végpontján, de holnap már a ma is történelem. Tehát, hogy megértsék azt, hogy minden mindennel összefügg, és tanuljanak abból, hogyha nem ismerik a múltjukat, akár személyre lebontva a saját élettörténetüket, hogy kik voltak a nagyszüleik, a dédszüleik, hogy milyen akár sors, akár egyéni tragédiákat éltek át, akkor nem fogják tudni, hogy az ő élethelyzetük, amiben beleszocializálódtak, amiben belenőttek, az honnan jön, miért az vagyok én, aki vagyok. Tehát erre ez a könyv egy nagyon jó rálátást nyújt, hogy bizony az egyéni teljesítmény a lényeg, és adott esetben, ha egy illető közszereplő, akár művész, akár médiaember, akár történész, mint én, de közéleti szerepet vállal, akkor az a szereplő az már befolyásolja a közvéleményt. Valahol az össztársadalmi szinten is felelősséget vállal az az egyén azért, amit mond. De akkor ez egy elszámoltatás itt ebben? Nem hiszem, hogy elszámoltatás, de mindenképpen egy ébresztő az embereknek, hogy mielőtt bármit elfogadunk készpénzért, bárkinek a véleményét vakon követnénk, mindenképpen meg kell tudnunk, hogy az a vélemény honnan jön, esetleg mit akar,
mit takar, milyen olyan múltat és olyan elkötelezettséget takar adott esetben, amit ha én tudok, akkor onnantól kezdve nem tudom magamévá tenni, mert nem tudok értékközösséget vállalni azzal a múlttal és azzal a gyökérzettel, ahonnan adott esetben ez az ideológia, ez a gondolat kibomlott. Igenis az egyes szereplőknek a múltját is megismerjük, mert azért ne felejtsük el, hogy minden gondolat mögött általában érdekek is húzódnak. És azoknak az érdekeknek a kibontása nélkül nem lehet feltárni a manipulatív célt. Erre egy jó példa, hogy a könyvben ír Mező Gábor akár Hoffiról, aki ugye az emlékezetben, a közös magyar emlékezetben tényleg úgy él, hogy aki mindenki röhögött, és most, hogy én is egyre több ilyen archív felvételt nézek vissza, nagyon érdekes ebből az új aspektusból megnézni az ő munkásságát, hogy ő tényleg hogyan volt részese annó a kommunista rendszernek. Hoffi egy rendkívül jó példája annak, hogy hogyan működött a rendszer lényege, ugye a célhoz kötik azt a fajta kultúrpolitikát, és ezt most idézőjelbe használom ezt a szót, amely gyakorlatilag a társadalom konszolidálására jött létre. De ez nem volt igazi kultúrpolitika, hanem egy értelmiségkezelési gyakorlat volt. Nagyon nagy különbség a kettő egyébként, igen, mert egy kultúrpolitika az egy közösség érdekében, a jövő szolgálatában, egy közösség, egy nemzet építésére hivatott, és mindig a jövő nemes célját tűzi, magasabbra akarja emelni egy közösségnek a kulturális és értelmi szintjét. Egy értelmiségkezelési gyakorlat az viszont arról szól, hogy a társadalmat megzabolázza. Adott esetben kifogja a szelet a vitorlájából azoknak az embereknek, akik elégedetlenek, akik látják a szabadság hiányát, megtapasztalják a diktatúra mindennapi ádáz oldalát is, de azzal, hogyha én ezt nevetségessé teszem, ha elhitetem azt az emberekkel, adott esetben Hoffin keresztül, hogy jó, vannak hibák a rendszerben, de hogyha én erről a hibáról beszélhetek, akkor az már nem is olyan igazi diktatúra, az már nem is olyan igazi szabadságelvonás. Vannak korlátozások, de a nevetni tudok rajta, az felszabadít engem. Kevésbé látom az árnyoldalait. Tehát ez egy rendkívül jól kimódolt mechanizmus, és azért nagyon fontos erről beszélnünk és tudatosítani, hogy mi volt akár Hoffi szerepe, vagy Komlós János szerepe, mert gyakorlatilag ez a fajta társadalmi manipuláció, ez a média sajátja gyakorlatilag évtizedek óta, de mondhatjuk azt, hogy legalább 100 éve. És azt, hogy ne tudjanak minket az orrunknál fogva vezetni, ismernünk kell, hogy milyen technikákat alkalmaznak erre. És ez tökéletesen, tehát ebből a könyvből ez tökéletesen előjön. Találós kérdés. Mi az 30 kilós és legel? Januártól te. Nem tudtad? Ez még mindig nem a műsor, csak az emberek ilyeneket mondanak, tudod? De a másik az jobb. Magyarországra miért jön a pápa? Feladja az utolsó kenetet. De a legjobb nem ez, várja. Gyereked lábán mikor lesz új cipő? Hogy a tanácselnök fia rálép. Nyugodj meg, annak lesz. Az már tud lopni, csalni, hazudni, az már. Teljesen jól megjelenik a könyvben, hogy az írók, a könyvkiadók, a zenészek, humoristák, mindazok, akik inspirálni tudják a népet, ha őket tudjuk befolyásolni, és rajtuk keresztül az országot, akkor igazából nyert ügyünk van. Így van, és hozzá kell tenni, hogy történelmi távlatból nézve ezt sajnálatosan a szélső baloldal fedezte fel először igazán. Tehát az első nagy manipulátor azok a bolsevikok voltak. Tehát hamarabb volt Leninnek a világot elárasztó filmgyára, mint hogy Hollywood igazi világszámmá nőtt volna, és ezt kevesen tudják. Tehát a bolsevikok voltak azok, akik először tudták
a legmagasabb szinten használni a kultúrát politikai és ideológiai célokra. És az a helyzet, hogy ebben mai napig előnyben vannak, tehát a film megjelenésével, mozgókép megjelenésével gyakorlatilag a baloldal azonnal kisajátította ezt a területet. Mind a mai napig egyébként a nagy filmgyártó központok, elsősorban meg az igazi nagy rendezők, a nagy színészek magukat baloldalinak vallják, mert ez a trendi, mert ők hozták létre ezt a fajta kultúrát, vagy a szerepét a kultúrának, tehát ezt a fajta szerepét. Mező Gábor egy igazán alapos munkát végzett. Nekem, ahogy olvastam, már-már ilyen oknyomozó riporteri hangvétele volt ennek az egésznek. Hogyan lehet ezeket a történeteket egyszerűen előásni a kommunizmusból, mert úgy tűnik, mintha ezt így elfette volna a por, meg már csak a padláson találhatunk egy-két írás, de mégis tényleg annyira őszinte vallomások vannak benne, hogy szedi ezt elő Mező Gábor? Mező Gábor elegyíti az oknyomozó újságíró módszertanát a történészkutató módszertanával, és rendkívül jól fogja meg, hogy egyrészt vannak ugye levéltári források, ahol nyomon lehet követni az államvédelmi tisztek tevékenységét adott esetben, ugye ezeket használja, de sokkal nagyobb arányban használja a saját kijelentéseket, a saját önvallomásokat, a saját elszólásokat. És az benne zseniális, hogy amikor ezek az újságcikkek adott esetben megszülettek a 40-es, 50-es, 60-as, 70-es években, akkor azok, akik ezt leírták, vagy nyilatkozták egy interjú során, nyilván azt gondolták, hogy ez most él, de már 5-10 év múlva, hát hol lesz ez a napi sajtó, vagy ki fogja ezt látni. Csak arra nem számítottak, hogy a technológia olyan szinten fejlődik, hogy ma már ott van például az Arcanum adatbázis, ahol szkennelik be és online elérhetővé teszik a korabeli sajtó nagy részét, meg visszamenőleg mióta a nyomtatás, tehát az újság nyomtatás így Magyarországon nagy üzemben folyik, hát vissza lehet keresni. És innentől kezdve szerintem ez egy nagyon nagy arculcsapás számukra, mert nem hiszem, hogy azt gondolták ezen nyilatkozatok, mikor adták ezeket a nyilatkozatokat, hogy majd 50 év múlva ezt számon lehet rajtuk kérni. És nem fordíthatnak úgy köpönyeget 89-90-ben, hogy én mindig is antikommunista voltam, hogy én mindig is rendszerellenes voltam, és egy hős lázadó voltam, mert elő lehet venni akár Vásárhelyi Miklós 50-es évek elején írt úszító, lázító cikkeit, hogy aztán hogy lesz ő a rendszerváltás hőse, miből, honnan jött. Tehát hála a technológiának, ez ma már elérhető. A traumafeldolgozásban hogyan fog nekünk segíteni ez a könyv? Említettük Hoffit, a mikroszkóp színpadot, amin a generációk évtizedeken keresztül ezen éltek. Ezen nőttek fel az én generációm, a szilveszteri kabarékon. Tehát, hogy egy olyan nosztalgikus emléket veszel adott esetben egy-két generációtól, akit rosszul is érinthet. Mert úgy érzi, hogy nem feltétlenül azt a következtetést vonja le, hogy becsaptak engem is, milyen jó, hogy az igazságra fény derült, hanem úgy érzi, hogy arcul csapja őt a jelen, amikor ő abban a világban élt és dolgozott, a verítékét adta, hogy ez az ország itt legyen, és ezt ne is vegyük el. Ennek a jelentőségét tőlük, de adott esetben úgy élheti meg, hogy most itt jön egy firkász, egy fiatal, aki mit tud arról a rendszerről, és elveszi tőlem azt, ami én vagyok, az én identitás, saját magam által meghatározott identitásomat. Úgyhogy a traumafeldolgozásnak ez a másik oldala is ott van, és nyilván ezért vált ki vitákat, ezért vált ki adott esetben indulatokat egy ilyen könyv, mert hogy kettős érzést válthat ki. Zsuzsanna, nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtam mindezeket. Én is köszönöm a meghívást, a lehetőséget. Most pedig egy nem klasszikus életmű tárlatról beszélgetünk. Egri József, a Balaton festője 140 évvel ezelőtt született. Egri Józsefet, aki minden idegszálával és rezdülésével a Balatonra koncentrált, aki a tóval és a tájjal különleges szimbiózisban élt, már életében a Balaton festőjeként tartották számon.
A tó partján megtelepedő művész születésének 140. évfordulója alkalmából a Veszprémi Lackó Dezső Múzeum szimbolikusan 140 darab festményt mutat be. Nem klasszikus életműtárlatról van szó. A fókuszban a balatoni képek állnak, de kiegészülnek a festő Olaszországban tett két tanulmány útján a tengerparton készült alkotásokkal is, amire korábban nem volt példa. A múzeum időszaki kiállításához Veszprém másik jelentős művészeti intézménye, a Művészetek Háza kamaratárlattal kapcsolódik, ahol Egri József korai alkotásai tekinthetők meg. Születtem 1883-ban egy kis Zala megyei faluban Újlakon. A piktori hajlamot úgy érzem magammal hoztam, amennyiben már a gyermekkori átéléseim is többnyire ezzel kapcsoltam. Szülőim szegény napszámos emberek voltak, úgyhogy nem maradt más, mint be kellett érnem azzal az iskolával, amit az utca, vidék, a megélhetéssel járó formák adtak. Itt van már velem Bánki Ákos, képzőművész kurátor. Nem egy klasszikus életmű kiállításról van szó, ugye, amit az évfordulókon megszoktunk, hanem egy teljesen új koncepcióval akarják bemutatni Egri Józsefnek az életútját. Sikerült-e ez az új koncepció? 2023-ban, ha megnézzük, nagy életmű kiállítások, nagy felvonultatások vannak országszerte, és ez egy nagyon kiemelkedő kiállítás, ami Egri Józsefnek így átfogja az életművén. Rég volt, és szerintem nagyon-nagyon hasznos, hogy egy új generációnak, így most 2020-23-ban ugye fókusz kap a Balaton, ez egy nagyon remek kiállítás, és fontos ma. Nincsen akkor hiányérzete a kiállítással kapcsolatban? Hát hiányérzete mindig lehet az embernek, attól függ, hogy mennyire ássa magát bele egy életműben, de azt gondolom, hogy a szervezők, a kurátorok nagyon nagy ívű és nagyon, nagyon jó kiállítást hoztak létre, amiben lehet hiány, de nem kell keresni, hanem élvezni kell. Mitől lett jó a kiállítás? Olyan képeket is megmutattak, amik ritkán látható, és az összefüggésrendszer, a tematika, az jól lekövethető, és élmény a nézőnek. És olyan művek jöhettek rész, ami nem volt eddig látható a térségben, különböző múzeumokból rakták össze. Meg ugye voltak olyan darabok is, amik magángyűjtőknek a kezéből kerültek ide a kiállításra. Azt gondolom, hogy ez is kuriózumnak számít. Ez mindig kuriózum, hogyha egy olyan képeket lát a nagy közönség, amik akár zárt szobákban vannak. Hát azért tudjuk, hogy Egri sikeres volt művészettörténetileg életében, a kollégák által is, és nagy magángyűjteményekbe is kerültek, vagy akár kisebbek képei, és ezek nyilván volt egy zavaros történelmi időszak, vándoroltak, vagy eltűntek, és most előkerülnek. Ez olyan fajta dolog, hogyha azt nézzük, az Egri azért egy kuriózum, és szerette a polgárság, vagy nevezzük így, mert előtte megnézzük Petőfi, vagy akár Nagybánya, az Alföldet, vagy Nagybánya volt a tájképfestészen. Uh-huh. Azért Egri nem egy realista festő, mint egy idősebb Markó Károly, vagy egy Mendyánszky, hanem Badacsony, vagy az itáliai utazások egy olyan fajta személyes nyelvet, formavilágot, és a fénnyel való játékot, ami majdnem egy abstrakcióba megy át, hozott létre, hogy azért erre egy jó szemű gyűjtő, és nem csak a múzeumok felfigyelnek. Lecsapott, felnéztek, és joggal. Ugye a kiállításnak egy érdekes célja volt a párhuzam a balatoni és az itáliai festmények közti kapcsolódásnak így a megmutatása, hogy ez hogyan sikerült, egyáltalán jól sikerült-e? Ugye nekünk az Egri a Balaton, de nyilván az utazásai, Szicília, de én azt gondolom, hogy a főművek mégis itthon születtek. Azon kezdtem el gondolkodni, hogy amikor a kurátor fejében van egy ilyen új koncepció, hogy egy életművet hogyan mutassunk be úgy, hogy eddig még ezt nem láthatta a nagy közönség, akkor van valahol egy vágyott cél, hogy aki odalátogat, abban milyen leképezést szeretnénk, vagy élményt elérni. Mit vehetünk észre, ami addig nem volt és ott van, és amikor utána hazajön, abból mi kerül be esetleg az életműben, hiszen az utazás
a színek, az új formanyelvek, most akárhogy festészetileg, de az építészet, a táj, az sok művészre hat. És az egy más kérdés, hogy azt utána folytatja, hogyan emeli be, hogyan történik egy ilyesmi új élménynek a feldolgozása abban a szakaszban. És ha ezt látjuk, akkor erről lehet beszélni, erről vannak történetek, ezt láthatja a néző, nem kell mindent így nagyon szájba rágni. Egymás mellett párhuzamba lehetnek képek, és gondolkozzunk rajta. Tehát a festészet lényeg, hogy nézzük, és ne csak olvassuk, ami mellette van. És akkor Egrinél ezek egyértelműen láthatóak, hogy mondjuk az itáliai utazásnak utána a betülete a balatoni festményein megjelennek? Én azt gondolom, hogy Egri volt egy úton, egy folyamatban, ami egyre jobban reedukálódott, egyre személyesebb, vagy egyre jobban sűrítette, és ezek az élmények, ezek a képek részei ennek a nagy életműnek. De Egri nem abban érdekes, hogy itt-ott meg mit festett az én olvasatomban, hanem az, hogy ahogyan festette. Az a fajta festészeti nyelv, az a szellemiség, vagy az a fajta szellem, az nagyon ritka, nagyon kevesen jutnak el erre a szintre a festészetben, és én megmerem kockázatni, hogy azóta se született ilyenfajta feldolgozása a Balatonnak, mert a Balaton, nyilván mi, lángos, hegyek, víz, jakt, fény, csillogás, hát igen, csak Egrinél ez valahogy más. Az már a művészet, és nem csak képeket festett az Egri az én olvasatomban, hanem egy nagyon magas művészetet, amit ki lehetne vinni a világ bármelyik részére, akármilyen tájkép, vagy tájtematikájú kiállításnál, így egy, szerintem egy franciának, egy angolnak, akár egy olasznak egy aha élményt tudnánk nyújtani ez ilyen képekkel. A Balaton szórja, pazarolja tetszetős romantikáját. Az igazi értékét azonban még azoknak is ritkán mutatja meg, akiket ez az oldal is érdekel. Nem lehet a Balatonról beszélni, csak festeni lehet. Nekem mindent jelent. Kiegészítője életemnek. 20 éve festem. Nem lehet megunni soha. Minden pillanatban újat mond. Ez a sajátsága. Értékei csak pillanatokra jelennek meg, ezért kell ott élni. Bevárni a pillanat ismétlődését. Egri Józsefnek az életének melyik szakasza volt az, aminél azt mondhatjuk, hogy na itt lehet, hogy valami megfogta és elindította abba az irányba, hogy egy ilyen magas művészetet képviseljen? Őt elkapta a táj. Tehát igazából a Balatonnak a volt Balaton. Egy ilyen ereje. Igen, és azért gondoljunk bele, hogy az a Balaton, az nem a mai Balaton, igen. De hát ha ma is elmegyünk, és olyan természeti csodákat tudunk megtapasztalni reggeltől estig éjszaka, ami a nagyvárosban elképzelhetetlen, és ha erre van valakinek egy érzékenysége, van rá egy intelligenciája, és egy festői nyelve, akkor egy olyan zseniális életmű születhet, ami az Egrié. És az ő öröksége hogyan megy tovább a magyar képzőművészetben? Ez egy nagyon fontos kiállítás, hogy újra tudunk róla beszélni, újra meg tudjuk nézni, újra van egy nagyobb terjedelem, lehet vele foglalkozni, és én nem látok ma, de biztos van, és számfoljon meg valaki, hogy egy olyan fajta tájfestészettel, szellemiséggel foglalkozó művészetet én ma nem látok a korosztályomban, vagy a kortárs művészetben, ez várat magára. Ma mással foglalkozunk talán. Mivel foglalkozunk, hogyha már ezt így felhozta? Hát a Ludwig Múzeumban a cukisággal. Az ma van. Nem, ez nem pejoratív volt, hanem egy aktuális probléma. Uh-huh. Egyébként az is egy nagyon fontos nemzetközi aspektusa annak, hogy ma miben vagyunk. Mit változtat az, hogy rég volt Egri Józsefnek egyáltalán ilyen nagy átfogó kiállítása? Ezt nem lehet minden évben, minden szezonban ellőni? Hát nyilván azért, ha minden szezonban lenne, vagy valahogy, akkor... akkor nem értenénk meg, vagy elsilányulna? Hát hogy mondjam, unalmassá válna. Hát van még egy. Hát most már megint egy... Tehát jót tesz az idő Egri Józsefnek? Az idő abból a szempontból tesz jót, ha előveszik. Nem kell sokáig bent tartani valamit, de kellenek időközök, amikor újra
Nyilván mások csinálják, új szellem, új gondolatokkal állnak elő életműveknek a bemutatásához. És nyilván fontos, hát ez a miénk, egy kiemelkedő életművet, azt muszáj a kulturális értelmiségnek újra megmutatnia és újra vizsgálnia. De igen, ilyen nagy grandiózus kiállítások kellenek. Ezt csak azért kérdezem, mert a Csontváry az ugye 60 éve volt legutoljára, és nagyon nem mindegy, hogy valaki elmegy most egy Csontváryt megnézni, vagy elmegy egy Gulácsit megnézni, vagy akár Egri Józsefet, mert hogy ezek lehet, hogy tényleg annyira ritkán vannak, mint napfogyatkozás. Ha 60 év múlva lesz megint, akkor én azt már nem fogom megérni, azt a Csontváry kiállítást. Hát adja Isten, hogy megérje, de akkor máshogy fogod nézni. Igen. Megy az élet, és ez olyan, hogy mondjam, az mindenkinek az életében más egy kicsit, mert ugye Csontváryt lehet nézni Pécsen. Most ugye vándorol, de az más, hogyha feljön, kiegészül. És hát micsoda terek vannak ugye a szép művészetiben. Ami kell, de maradjunk ugyanúgy Egrinél, hogy látható, de hogy van egy új szemszög, egy nagyobb fókusz, uh-huh. akkor hogy mondjam, ha az embert elviszik általános iskolába, vagy középiskolába, kötelező osztálykiránduláson, de utána felnőtt fejjel újra, egy újabb korszakában nézi, akkor mindig egy teljesen új párbeszéddel tud viszonyulni a képek, ezekhez az életművekhez, máshogy látja. És ezek kellene. Nagyon szépen köszönöm, Ákos, hogy bevezetett Egri Józsefnek a festészetébe. Önöknek köszönöm a mai megtisztelő figyelmüket, a Kritika című műsort látták. A mediaclick.hu-n visszanézhetik eddigi adásainkat. Viszontlátásra!